Üdv mindenkinek, én Kálmán Tamás vagyok az Angol Nyelvleckék YouTube csatornáról, és ebben a mai videóban arról lesz szó, hogy hogyan fogsz jobban beszélni angolul egyetlen hónap alatt. Tehát mit tegyél akkor, hogyha külföldre készülsz, munka miatt, vagy nyaralni szeretnél, és egy hónap alatt szeretnéd feljavítani az angol tudásodat. Nos, én néhány nappal ezelőtt levelet kaptam az egyik feliratkozótól, Gábortól, aki azt írta, hogy néhány hét múlva Londonban fog dolgozni, és azt akarta tudni, hogy hogyan tudna jobban beszélni angolul mindössze egyetlen hónap alatt. Nos, tudnod kell, hogy én egyáltalán nem vagyok híve ezeknek az egy hónapos csodatanfolyamoknak, varázstanfolyamoknak, amelyek valami nagyon-nagyon-nagyon látványos javulást ígérnek mindössze egyetlen hónap alatt. Én inkább a hosszú távú, rendszer szintű nyelvtanulást pártolom, de értem azt, hogy néhányatoknak nagyon-nagyon gyorsan kell fennpumpálni és felfejleszteni az angol nyelvtudását. Úgyhogy nézzük azt, hogy hogy lehet valamilyen látványos eredményt elérni mindössze egyetlen hónap alatt. Nos, az első és legfontosabb szabály, hogy minden nap foglalkoznod kell vele. Tehát tudatosítanod kell magadban egyetlen nagyon fontos dolgot már az elején, hogy ebbe a dologba bele kell állnod. Tehát nincs varázspirula, ami alvás közben a fejedbe varázsolja az angol nyelvet, meg az igeidőket, meg a folyékony beszédet. Tehát úgy kell kialakítanod a napi rendedet erre az egy hónapra, úgy kell kialakítanod az időbeosztásodat, hogy naponta, nem hetente kétszer, nem hetente háromszor, hanem naponta minimum kettő, azaz kettő órát kell foglalkoznod az angol nyelven tisztán. És amikor azt mondom, hogy tisztán, azt úgy értem, hogy ez alatt az idő alatt nincsen Facebook, nincsen Instagram és nincsen PlayStation. Tehát ez a nettó két óra legyen tisztán az angol nyelvi. Második lépés. Olvass el mindent, ami a kezedbe kerül angol nyelven. Tehát mielőtt rátérnénk magára a beszédre, először a szókincsedet kell bevikáznunk. Tehát ezért a nap folyamán, amikor csak teheted, olvas angol nyelven. És ezen a téren szó szerint legyél mindenevő. Tehát angol nyelvű Wikipédia szócikkek, a kedvenc íród új könyve angolul, képregények, videójáték leírások, honlapok, a müzlis doboz háta, teljesen mindegy, minden jöhet, csak angol nyelven legyen. Na most ez a különböző, de nagyon-nagyon tartalmas és gazdag tananyag, nevezzük ezt az egészet egy tananyagnak, tele lesz nagyon sok új szóval, új kifejezéssel, és persze olyanok is lesznek ebben, amiket már ismersz, csak esetleg elfelejtettél, mert nem használtad őket rendszeresen. Tehát ez a fajta olvasás, ez a fajta mindenevő olvasás segít neked abban, hogy szórakozva fejleszd a szókincsedet. A szókincs fejlesztése pedig létfontosságú a beszédhez. Harmadik lépés. Beszélj igazi emberekkel. Tehát az olvasással, vagyis a szókincs fejlesztéssel párhuzamosan már a legelső naptól kezdve törekedj arra, hogy éles helyzetben használd a nyelvtudásod. Tehát beszélj minden nap angolul, lehetőleg olyan emberekkel, akik nem beszélnek magyarul, tehát külföldi kollégákkal, külföldi barátokkal, külföldi ismerősökkel. Tudom, nincsenek mindenkinek külföldi kollégái, meg külföldi barátai, tehát ha ez nem megoldható, akkor kérd a saját barátaid és saját családtagjaid segítségét. Nem baj az sem, hogyha ők kezdő szinten vannak, a lényeg az, hogy legyen valaki, akivel beszélgetsz. Tehát aki reagál arra, amit mondasz, aki kérdez, aki válaszol, aki egyetért, aki nem ért egyet. Tehát legyen egy beszélgető partnered. És sokan kérdezik, hogy jó, de hát miről beszélgessünk?
teljesen mindegy, hogy miről beszélgettek az elején, bármiről, ami aktuális, ami érdekel titeket, hírek, pletykák, sportesemények, új filmek, teljesen mindegy. Aztán, hogyha már nagyon pengén megy ez az angol nyelvi kommunikáció, akkor lehet ezt természetesen célirányosabbá tenni, tehát beszélgethettek munkahelyi szituációkról, vagy olyan témákról, ami mondjuk majd közelebb áll a te külföldi munkádhoz, vagy esetleg a külföldi nyaraláshoz. Negyedik lépés. Beszélj magaddal. Igen, jól látod, meg jól hallod, nem magadban, hanem magaddal. Tehát ha épp egyedül vagy, és nincs a környezetedben senki, akkor is tudod gyakorolni az angol nyelvű beszédet. Tehát például olvas hangosan, és mondd el utána a véleményedet arról az adott cikkről hangosan. Vagy nézd meg egy filmet, a kedvenc sorozatodat angolul, és utána mondd el róla a véleményedet hangosan. Melyik szereplő mit csinált, melyik szereplővel értesz egyet, melyik szereplő volt szimpatikus, melyik szereplő volt nem szimpatikus. Hát ez mind azért kell, hogy bármilyen szituációban magabiztosan megmerjél szólalni egy idő után. Na most tudom, hogy ez néhányatoknak furcsa lesz, hogy mi az, hogy ott egyedül kell hangosan beszélgetni, ezért hadd ajánljak egy trükköt, mégpedig ez a trükk nem más, mint a tükör. Tehát állj szembe a tükörrel, és beszélj hangosan 3-5 percet egy adott témáról. A gyakorlat célja az, hogy lásd az arcmozgásodat és a testbeszédedet, miközben beszélsz, és a tükör segítségével egy olyan érzést keltesz majd, minthogyha egy másik emberrel, például egy baráttal vagy egy kollégával beszélgetnél. Tehát nem leszel teljesen egyedül, hanem szimuláljuk ezt a másik emberrel való beszélgetést. És végül az ötödik és az egyben utolsó tanács, hagyd a fenébe a nyelvtant. Nagyon sokan azért nem mernek megszólalni, ezt tapasztalatból mondom, mert félnek a hibáktól. Félnek attól, hogy valamilyen nyelvtani hibát ejtenek, és nincs ott senki, aki nincs ott egy tanár, aki kijavítaná őket. Azonban nem a nyelvtan az első lépés, a nyelvtan is nagyon fontos, de nem ez az első lépés, hanem először meg kell tanulnod folyékonyan és magabiztosan beszélni. Elképzelhető, hogy nem lesz tökéletes az az igeidő vagy az a nyelvtani szerkezet, amit épp használsz, de ez nem baj. Hidd el nekem, hogy hibákkal is meg fognak téged érteni, meg fogják érteni, hogy mit akarsz mondani. És ha már felépítetted magadban ezt a magabiztos kezdeményező készséget, tehát hogy elmersz kezdeni beszélni angolul, belemersz állni ezekbe a szituációkba, akkor utána ráérsz tökéletesíteni a nyelvtani szabályokat. Ha nyelvtanban segítségre van szükséged, akkor nézd meg azt a tréninget a videó leírásában, amit néhány héttel ezelőtt készítettem az angol nyelvtanról. Tehát akkor még egyszer foglaljuk össze, hogy hogyan tudod egy hónap alatt radikálisan fejleszteni az angol nyelvtudásodat. Első lépés, foglalkozz vele minden egyes nap legalább 2 órát. Második lépés, olvass el mindent, ami a kezed ügyébe kerül angol nyelven. Harmadik lépés, beszélj igazi emberekkel angolul, lehetőleg külföldiekkel, vagy ha ez nem megoldható, akkor barátokkal, családtagokkal, ismerősökkel. Negyedik lépés, beszélj magaddal, tehát használd a tükröt, mint egy segítséget, és beszélj hangosan 3-5 percet angolul egy adott témáról. És ötödik lépés, hagyd a fenébe a nyelvtant, nem baj, hogyha hibákat ejtesz, az a legfontosabb, hogy beszélj, beszélj és beszélj. Nos, én köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy tudsz majd belőle profitálni. Ha szeretnél még önálló angol nyelvoktatással kapcsolatos tippeket és tanácsokat kapni, akkor iratkozz fel erre a YouTube csatornára, és arra is szeretnélek megkérni, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tudjanak belőle profitálni. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!